Nem győztek csodálkozni a Váci iskola autizmussal élő kisgyermekei, amikor birtokukba vehették új, készségfejlesztő játékaikat. Ebben a csoportban 12 sajátos nevelési igényű diák tanul egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében. Ezek a játékok a gyermekeknek a gondolkodását, a memóriáját, olyan képességeket fejlesztenek, melyek itt az iskolában való működésüket nagyban segítik, illetve fontos az, hogy olyan képességeket és olyan tudást tudjunk átadni a gyerekeknek a játékok segítségével is, ami aztán az ő önállóságukat, meg az életben való együttműködésüket másokkal, társakkal, felnőttekkel segítik. Szakadt a zacskó és száz számra ömlött a szőnyegre a népszerű építőkocka. Többek között segíti a kicsi kreativitásának és kombinatív készségének fejlődését is. Egy másik dobozból pedig xilofon került elő, amit azonnal meg is szólaltattak. A zeneiség, a hangok képzése vagy megszólaltatása is fontos szerepet játszik a foglalkozásokon. A játékok beszerzéséhez a körzet képviselője nyújtott anyagi segítséget. 100 000 forintot a képviselői keretemből felajánlottam segítségül, hogy ez most megtörténhessen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és az fontos elmondanom, látva a csoportban lévő gyerekeket, és azt, hogy milyen jól érzik magukat, hogy példaértékű az, amit a pedagógusok tesznek ebben a csoportban. A gyógypedagógusok az új készségfejlesztő játékoktól azt várják, hogy általuk még hatékonyabbá válik a gyerekek oktatása.